Sziasztok, Pénfolyók, ez itt egy újabb videó, méghozzá egy újabb epizódja a Road to Division 1-nek, méghozzá talán az 5. epizód, vagy a 6. már nem emlékszem, de mindjárt kiszámolom, 9-10, ez az 5. epizód, úgyhogy ebben az epizódban egy kicsit upgraded Premier League csapattal fogunk menni, a 9. osztályban vagyunk jelenleg, Roninskinak nincsen kontraktja, a másiknak meg piros lapja van, de senkit nem érdekel, ezzel a csapattal fogunk játszani, és a mai epizód során az a lényeg, hogy megnyerjük a 9. osztályt és feljussunk a 8. osztályba, úgyhogy reméljük ezt meg tudjuk csinálni. Meg is találtuk ellenfelünket, az AS Lions 2006-ot, aki ellen... Kiválasztjuk a királymezünket. Jézus Mária! Egy olasz válogatott csapat ellen játszunk, Conte lesz a menedzserük, és ha jól látom, Balotelli, Insigne, Verratti, Abate, talán De Sio van ott a bal oldalra, nem tudom, meg Donnarumma a kapuba. Ja, és Kandreva. Wilson. Gyönyörű indítás Sané-nak, Sané! Kuyaté megnyert egy fejpárbajt, majd Buffal értetetlen módon oda passzolja Balotellinek, aki egy kamu passzal eladott minket, majd Kandreva megszerzi a labdát, majd a kapusunkkal átmegy a labda. Hú. Érdekes kezdés. A kapus a bal kezével bevédte a labdát. Úgyhogy az egész azzal kezdődött, hogy Buffal odapasszolt a jó fejségből Balotellinek. Sané, és a beadás, és a fejes, 1-1, szép támadás. Giro Sané beadja, és ha jól tudom, ez Pereira első gólja a klubban, az első mérkőzésén. Nagyon szép kis háromszög volt ott jobb oldalon, majd Sané beadta Pereirának. Úgyhogy köszönjük szépen neki, ezzel egy-egy az állás, és megpróbáljuk visszahozni ezt a mérkőzést, Wilson. Batshuayi, gyönyörű csel, és a lövés! Ezt nem láttam, hogy védés volt-e, vagy kapufa. De szép volt a lövőcsel. Ott elküldte a védőt nagyon csúnyán. Aztán nem kellett volna ott még egyet, tolni rajta. Viszont elég veszélyesek az ő ellen támadásai is. Kandreva. Beadja, és ahogy ezt kimondom, kikényszerítenek egy óriási védést Pantilimontól. Most is megpróbáltam indítani Sanét, de nem tűnt. Hát ezt nem hiszem el. 2-1 az állás, Balotelli lőtte a gólt. Nem találta el a szögletzászlót se. Kaput bezeg, igen. A labdán átment a lába. De kit érdekel. És most nem fogják. Fél idő van, 1-2 az állás, hoppá, elnyomtam, elég kiegyenlített a mérkőzés. Passzoljuk le Balotellinek végül is. Nincs se tudja belőni, az előbb a szöglezett, csak találtál. Szép, Wilson, belelövi a kapusba. Azt a mindenit, milyen gólpaszt kapott a Pereira, már megint 2-2. Ez nagyon tetszett. Visszakapta egy gyönyörű sarkas visszapassz. Ez kemény volt, ez tetszett. Pereira második gólja, Batshuayi. Túlságosan is kívülünk szorítva. Pereira, megvan a Mester 3-as! Nincs meg a Mester 3-as! Kötén kapott a védőm, valahogyan meg. És az nem semmi. Ketté törte a labdát ott a kapu előtt. Kedves, szerintem Insigne barátunk volt. Jó, a másik oldal tisztának tűnik. Sané! És rengeteg terület van Sané előtt, és Sané gyors, úgyhogy ki tudja használni ezt a területet. És Sané bepasszolja! Visszafújnak egy gólt, azért, hogy 11-est adjanak, és nem tudok 11-est lőni.
Abate felrúgja Sanét. Jó, halleluja! 3-2-re vezetünk, kétszer visszahoztuk, majd meglőttük a harmadik gólunkat. És most visszamegyünk védekezőbe, mert hogyha nem mennénk vissza védekezőbe, vagy nem tudom, nem akarok gólt kapni. Nekem most nagyon jól jönne ez a győzelem. De ez nem jönne jól! Védekezés! Jó, király. Ez viszont így pont jó! Ez így pont jó! Jó, itt még megküzdhetünk a labdáért, még egy kicsit. Ez az, tökéletes! 3-2-ről megnyertük ezt a mérkőzést. Hú, elég stresszes volt ez a mérkőzés, de úgy érzem, hogy totál megérte. 2 gólt lőtt Pereira, 1-et Wilson, 2 gólpasszt adott Sané, aki nekem nagyon tetszett. Nagyon tetszett ez a mérkőzés, kapunk jó sok coint, és megnézzük mindjárt, hogy ezzel 12 pontunk van, és már csak 1 pont kell a bajnoki címhez, úgyhogy ez az, jöhet a következő mérkőzés. És megtaláljuk következő ellenfelünket, új mihezünk, nem tudok magyarul beszélni, új logónk van, és nem tudom, milyen rákot akar ez a srác. De barszás mez, bulgár, zászló. És jól látom, hogy ott Giroud CM-et játszik. Jó van. Ki az a másik Atletico Madridos csatárot? Gyönyörű. És bum! 1-0, 2 percünk betelt. Nagyon szép indítás volt Callum Wilsontól, Batshuayi gyönyörűen lefutotta a védőt. A kommentátor még az ellenfél csapatának a embereit sorolta konkrétan. Jajajajajajaj, bufál. Ott viszont indul középen Wilson, és átemeljük a kapust, remélem. Nem. És 4-2-be vagyunk, ha jól látom. Többen is kérik a labdát. Sané elküldi az egyiket, majd alsó sarokra ment. Én igazából a jobb felsőt akartam megcélozni, de bal alsóra ment. Ó, basztikul. Ez nem jó. Kihozzuk a kapust, hátha! Ez az! Gyönyörű védés, Pantilimon! Ez volt az utolsó reményünk, és megcsináltuk, és jól sikerült, úgyhogy... gyönyörű indítás, Batshuayi! Na, ő viszont be tud fejezni. Ő másodjára is befejezi az akciót, és ezzel 2-0 az állás. Bár már sokkal több lehetne véleményem szerint. Nagyon nyílt az ellenfélnek a védelme. Viszont a befejezéseimmel vannak problémák. 2-0 az állás félidőben. Meglepően kiegyenlített a mérkőzés. De úgy érzem, hogy nem vagyunk veszélyben. Szép Wilson. Nem tudom, mit csináljak. Jó. Ez így jó lesz. 3-0 az állás. Szép befejezés. Elfeküdt a kapus. És lesérül. Hoppá! 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 Két sarkazással is megvan a mester ármas a Batshuayinak. Ez a csatár nagyon jól játszik. 4-0. Ez se jó ötlet. Basszus kulcs. Na mindegy, legyen már lehetőségük nekük is. Kapok egy sárgát Kleinnal. Na, legyünk sznobok. Benzema lövi el, a sérült Benzema. És megfogjuk a 11-esét. Gyerünk! Egy lövőcsel. És egy tekerés. És egy kapufa. Hát ez zseniális. Indítsuk Batshuayit. Nem tudom, ki ez a védő, de nagyon ott hagytuk. Majd beadjuk középre, és Callum Wilson bevezeti a labdát a kapuba. 5-0 az állás. Már igazából csak lövöldözzük a gólokat. Már jól esik végre egy ilyen ingyenes mérkőzés. Úgymond, nem! Azt a mekkorát szerelt Klein!
Megkockáztattam a piros lapot, de totál megérte. Azért is lő egyet. Azért is lő egyet. Pantilimon nem tudja lehozni kapott gól nélkül a meccset. És elkezd debelni. Arra az egy góljára, arra az egy rohadt góljára elkezd debelni. A védelme megint lemaradt. Sané. És 6-1 az állás. Pereira megint meglövi a gólját. Lehet ez már a második gólja, de nem biztos. Jól esik végre egyszer így kiütéssel nyerni. Vicces dolog, nem még nem lőtt ezen a meccsen gólt, ez az első. Akkor már lehet össze kéne hozni egy német Brazílt, de nem fogunk, mert 6, vagy hát 1-6-ra végeztünk, Batshuayi megkapja a labdáját. 10,0-as rating, bár azért az egész csapatnak így összvisz nagyon jó ratingjei vannak. A gólpasszokat Batshuayi, Pereira és Sané, valamint Wilson adta, ugyan ők lőtték a gólokat, csak Sané nem. Ja, és ezzel, ahogy láthatjátok, kapunk egy csomó coint, mivel megnyertük a 9. osztályt. Húi, veretlenül még hozzá. Úgyhogy kaptunk 3000 coint, és a következő, azaz az utolsó mérkőzésünk ebbe az osztályba, a 8. osztályba lesz, úgyhogy ott fogjuk folytatni. Megtaláltuk következő ellenfelünket. Mindjárt megnézem. Robson Nieri névvel király, és egy Bundesliga csapattal fogunk ellenük menni. Gamero Benteke. James Rodriguez Carrasco. Mangala. Coentrao. Savic. Na mindegy, nem ismerem már fel az játékosokat arc alapján, de a 8. osztály első mérkőzése lesz ez, és hazai pályán ezzel a Bundes csapattal remélhetőleg le tudjuk őket verni. Baba Rahman, Toprak, Szokratis, Prozinski, jó lenne végre, nem egy védőnél lenne a labda, mert az egész kicseszett védelmen végig passzoltuk a labdát. Ezért nehéz. Nem akarom kommentálni. Egyszerűen nem akarom kommentálni. Az ilyenektől kifutok a világon. Világból. Beszélni is tudok. A Vázquez. Ajajaj, ez így nem jó. És 2-0 az állás. Átment az oszlopon. Hát ez szomorú. Ez a 8. osztály egy fokkal nehezebb. Jó, így is jó. És a lövés. Kapufa mondta, hogy mehet. Fél idő van, 2-0 az állás nekik, nekünk több lövésünk volt, de ők jobban használták ki a helyzeteiket. Sajnálatos módon. Meglátjuk, mit tehetünk az ügy érdekében a második fél időben. Sűr le. Mi volt ez a lövés? Rosszabbnál rosszabb lövéseket tudunk. Timo Werner, vajon el tudja vele jutni a kapuig? El tud, és olyan gólt tud-e lőni? Nem tud. Most viszont igen, és a lövés egyenesen a kapus kezébe. Hát akkor a biztonság kedvéért még bekaptunk egy harmadikat, hogy szép kerekben. Az állás. Ja, ez nem a mi meccsünk volt. Benteke megszerzi a Mester 3-asát. És vége a mérkőzésnek. 3-0-ra veszettünk, de legalább Szokratis 7,8-as ratinget kapott. Kapunk egy kis coint. Ahogy láthatjuk, láthatjátok, kétszer annyit lőttünk, mint ők, de ez nem számít, hogyha a csatáraink nem tudnak befejezni. Egy nagyon hosszú veretlenségi sorozatnak szakadt véget, de nem baj, mert a következő videóba folytatni fogjuk a Road to Division 1-et, úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett,
akkor itt a képernyőn lesznek lehetőségek, hogy megtaláljátok más videóinkat, vagy feliratkozzatok. Hogyha nem tetszettek, akkor dobjatok egy dislike-ot, és írjátok le a komment szekcióba, hogy miért tetszett, vagy éppen miért nem tetszett. Én Pénfu voltam, és a viszont hallásra!